This Saturday at 10 a.m., the first session of the parenting seminar will be held. Nem jelentkeztetek, akkor ma még megtehetitek az információs asztalnál. If you haven't signed up for it yet, you can still do it at the info table. Ha még mindig vaciláltok azon, hogy érdemes eljönni, még mindig bátorítunk titeket, hogy gyertek, mert nagyon jó lesz. Több mint 100-an iratkoztak föl. If you are still hesitating whether to come or not, we still encourage you to participate. More than 100 people signed up so far. Szóval szombaton reggel 10 órakor. So on Saturday at 10 p.m. here at the church. Ugyancsak szombaton délután 4 órától kezdve lesz egy másik alkalom itt a gyülekezetben, méghozzá az oldalsó teremben. There will be another occasion here on Saturday starting at 4 p.m. in the adjoining room. Ezt az alkalmat most már úgy hívjuk, hogy az Istenkeresők alkalma. And this occasion now is called the time for seeking God. Kovács Balázs szokta szervezni ezeket. It is organized by Kovács Balázs. Fel is állt Balázs, ott van Balázs. Would you please stand up? He's the one. És ez egy olyan alkalom, ahol összejönnek együtt szombat este, és együtt dicsőítik Istent, keresik Istent, imádkoznak, együtt kajálnak egyet, és keresik Istent egy szombat este. This is a time when people get together and they seek God together, they worship him and they also eat together, and this is just a time when they are just wanna hear from God. És a üzenés a Balázs, hogy azok számára, akik esetleg frissen megtértek, bátorítja, hogy jöjjenek, vagy azok számára, akik még nincsenek is megtérve, de érdeklik őket, hogy milyen Isten, meg ki Isten, akik keresik Istent. Balázs told me that I should encourage every newborn Christian to participate, also those who are just seekers and just want to find out about God, who he is and what he's doing, then this time is open for them as well. Talán itt voltatok vasárnap, és akkor Horváth Zoli tartott egy hosszabb útbaigazítást, ilyen adóügyek, meg 1%, meg mindenféle bankszámla ügyekben. If you were here on Sunday, you heard Horváth Zoltán tell us a few things about the tax regulation for this year, how we can donate 1% of our income to the church. Nem is kell fordítanod. Yeah. De, that was it for the English speakers, the rest is for Hungarians. Nem, én most ezt nem fogom újra elmondani, valószínűleg nem is tudnám. De a lényeg az, hogy minden 1%-kal, meg az 1%-os támogatással kapcsolatos információt megtaláltuk egy szórólapon, amit direkt erre csináltunk kint az előtérben. Ha pedig az új bankszámlaszámmal kapcsolatban akarnátok érdeklődni, mert van ilyen, akkor azt meg az információval kapcsolatban, információ asztalnál tehetitek meg, vagy a honlapon is van erről egy részletesebb leírás. Szóval a lényeg az, hogy ha van az 1%, akkor ne hagyjátok elkallódni. Igen, ennyi. Phil. Let me translate. Fordítom. We want your money. Most az utolsó bejelentés fordítás az angol nyelvűeknek, szükségük van a pénzetekre. Ja, most már magyarul, ha? Yeah, we want your money. No. Szükségünk van a pénzetekre. Please. Léci, léci. All right, we're in Proverbs chapter 12. Ma példabeszédek 12. fejezetében leszünk. You know, we couldn't figure out what color to paint the sanctuary, so we decided to go with plastic instead. Nem tudtuk eldönteni, and, we hope you like the new look. Itt belül a gyűlit, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez a fólia takarás lesz a legjobb megoldás. Soon it'll be on the chairs. Aztán nem sokára majd a székeken is észreveszitek ugyanezt a mintázatot. We will be wrapped in plastic. Mindannyian majd ilyen csomagoló papírba leszünk csomagolva. Well, slowly it's happening. Something's happening. Tehát amit látjátok, lassan azért alakulnak itt a dolgok. And so keep praying, and eventually it's going to be bright in here. In fact, could somebody turn the lights on back there? Továbbra is. Yeah, köszi szépen. Kérünk, hogy imádkozzatok, közben kérjük, hogy a lámpát is kapcsolják fel. See, things are changing just like látni, that. Látni, hogy ilyen hirtelen meg tudnak változni a dolgok, mint ahogy felkapcsoltuk a villanyt. All right, we're in Proverbs chapter 12. We've been looking at various themes. Tonight our focus is going to be on the subject of diligence. Tehát most a példabeszélek 12-ben vagyunk, ugye eddig már több témát megnéztünk ebben a könyvben, ma a szorgalomról, az igyekezetről fogunk beszélni. And later on, actually we're going to see diligence intersect with the subject of depression. Későbbiekben látni fogjuk, hogy a szorgalom, a kitartás az milyen kapcsolatban áll, és hogyan tudja a depressziót megakadályozni. And so diligence and depression, how exciting. Tehát nagyon érdekes téma lesz a szorgalom, kitartás és a depresszió. Igen.
So let's pray. Imádkozzunk. And Lord, we invite you, God, to speak into our lives. Uram, szeretnénk meghívni téged, hogy szólj bele az életünkbe. Lord, maybe even just quieting ourselves right now, maybe some of us would say, you know, we didn't quiet our hearts, but now we say, Lord, please do speak to me. Uram, le kell, hogy csendesítsük a szíveinket, és le kell nyugodnunk, és ezt kérjük, hogy ebbe segíts, és így szólj hozzánk. We do need to hear from you, God. Szükségünk van arra, hogy halljunk fel. Lord, our lives aren't complete until you speak. Uram, addig nem teljes az életünk, amíg nem halljuk a hangodat. And so speak, Lord. Úgyhogy kérjük, hogy szólj hozzánk. In Jesus name, amen. Jézus nevében. Amen. Amen. The Bible has a lot to say on the subject of diligence. A Biblia nagyon sok mondani valót, Bibliánk nagyon sok mondani valója van a szorgalommal, a kitartással kapcsolatban. We're told to be diligent in seeking the Lord. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy folyamatosan, szorgalmasan keresnünk kell az Urat. In obeying the Lord. Ugyanígy kell engedelmeskednünk is neki, kitartóan. The Proverbs say to keep our hearts with all diligence. A példabeszédek azt mondja, hogy minden áron őrizzük meg a mi szívünket. We're told in the New Testament to be diligent in following every good work. Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy azt is kitartóan, a jó cselekedetekben is kitartóak kell, hogy legyünk. Now I notice in Hungarian that we have to switch words, right? That's normal, that's okay. Tehát nem kell meglepődni, hogy a magyar fordításban az egy darab angol szóra több magyar szót fogunk használni, mert a szorgalom nem feltétlenül fejezi ki azt, amit az angol diligence szó jelent. But even in angol we have many different words to describe diligence as well. De emellett az angolnak is sok szava van ugyanerre a kifejezésre. And the Bible has many different words to describe diligence. Tehát maga a Biblia is a szorgalom témáját elég sok oldalról közelíti meg. Sometimes the word faithfulness is used. Van, amikor ugyanez a szorgalom úgy jelenik meg, mint hűség. Or kitartó, perseverance. Vagy a kitartás, endurance. A másik szó. Vagy a persistence is the other word, yeah. Az, hogy valamihez ragaszkodunk. Now the actual word diligence has an interesting it's interesting where it came from. Maga ez a szó, ez a szorgalom szó, ez nagyon érdekes, hogy miből származik. It comes from a Latin word, actually two different Latin words together. Két különböző latin szó összetételéből jön. One of them is apart. Az egyik azt jelenti, hogy valami szét, külön válik. And the other word is to pick out. A másik szó pedig az, hogy valamit kiválasztani. But when they used this word, it always meant something of value. Amikor ezt a szót használják, ezt az összetett szót, akkor mindig valami értékre használták. So the original Latin word meant this. Úgyhogy éppen ezért az eredeti latin szó a következőt jelentette. It meant to choose a task or an object apart from all the others and give it your greatest value and attention. Tehát ez azt jelentette, hogy több minden dologból egy valamit kiválasztottál, és ennek szentelted a teljes energiádat, és ezt, mert hogy ezt nagyon nagy értéknek tartottad. It's to push everything else aside and say, okay, I'm going to focus on this one thing. Azt jelentette, hogy mindent félresöpörsz, és csak erre az egy dologra koncentrálsz. Now, how many of you are starters but not finishers at things? Ki az a fajta ember, aki inkább csak elkezdi a dolgokat, de soha nem fejezi be? Who's that? Yeah, oh, you were boom, boom. Hopp, volt, aki egyből föltette a kezét. You started to raise your hand, and you finished. Good job. Tehát okay. Valaki ugye elkezdte levelni a kezét, és aztán ott is hagyta, befejezte. You're starters, but not finishers. You're like, oh no. Tehát van, aki viszont bebizonyította, hogy csak elkezdeni tudja, mert úgy félúton visszahúzta a kezét. I just was scratching my hand. Okay. There's a lot, in a lot of things in life we start, we have good intentions, and we don't finish. Ugye sok minden dolog van az életben, amit úgy teljes jó szándékkal elkezdünk, aztán valahogy útközben abba adjuk, és nem fejezzük be. To be diligent. Az, hogy valamiben kitartóak vagyunk. Is to pick out one thing among the many and give it your highest attention. Az azt jelenti, hogy egy dolgot kiválasztunk, és a teljes figyelmünket arra összpontosítjuk. It means the steady application of effort towards one thing. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos dologra folyamatosan a teljes energiánkat összpontosítjuk. It is hard work. Ez kemény munkát jelent. And it is heart work. És a szívünket, lelkünket beleadjuk. It's sticking with the job and not allowing distractions to get in the way. Tehát ragaszkodunk ehhez az egy dologhoz, és nem engedjük, hogy bármi megakadályozzon abban, hogy amint erre koncentrálunk. It's doing whatever is necessary to finish. Mindent megteszünk azért, hogy be tudjuk fejezni ezt az elkezdett dolgot. A young reporter came to Thomas Edison. Egy fiatal riporter egyszer odament Thomas Edisonhoz. Who had become famous for many inventions, but
He was becoming even more famous for his many failures. Ugye ő nagyon sok találmányáról lett híres, de arról is híressé vált, hogy milyen sokszor elbukott a kísérleteiben. He had been attempting to make an electric light bulb. Ugye ő megpróbálta a villanykörtét feltalálni. And the young reporter came to Mr. Edison and he asked him a question. Ez a fiatal riporter egyszer ugye odament akkor Edisonhoz, és a következő kérdést tette fel. Mr. Edison, have you ever felt like a failure and have you ever wanted to give up? Edison úr maga valaha érezte úgy, hogy ön csak egy csőttő meg igazából, és hogy fel kéne adni ezt az egészet, abba kéne hagynia. And Edison replied very confused. És Edison egy kicsit zavarodottan válaszolt erre a kérdésre. Young man, why would I feel like a failure? Fiatalember, miért is érezném én úgy magam, mint egy csőttő meg? Why would I ever give up? Miért is akarnám én valaha is feladni azt, amit csinálok? I now know 9,000 ways that you cannot make an electric light bulb. Most már annak a tudásnak a birtokában vagyok, hogy 9,000 módon hogyan nem lehet feltalálni a villanykörtét. And success is just so close. Ami azt jelenti, hogy a siker az már nagyon közel van. And he was correct. És igaza is van, volt. It would be a little over 1,000 more tries that Edison would invent the light bulb. Még körülbelül 1,000 féle kísérlete volt. And they're all right miután, here, all of them. Miután végül megalkotta a villanykörtét, aminek mi is tanulj vagyunk, mert yes, these are Edison's original light bulbs up here. Tehát ez amúgy Edison műhelyéből származik, tehát eredetiek, csak úgy szólunk. They've done us good. És okay. Eddig jót szolgáltat tettek. Diligence is not just hard work, it is heart work. Szóval ez a kitartás, ez a szorgalom, ez nem csak a kemény munkáról szól, hanem arról is, hogy a szívünket is beleadjuk. It's investing everything you have into something. Tehát mindenünk, amink van, azt beleinvestáljuk ebbe a dologba. So Proverbs chapter 12, let's begin actually in verse 27. Tehát most itt a 12. fejezetnél a 27. verssel fogjuk kezdeni. We can't do that. Yes, we can. We are. Most furcsa módon ez lesz utolsó előtti vers. Yeah. Okay. The lazy man does not roast what he took in hunting, but diligence is man's precious possession. A lusta a vadászsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. Yeah, first service people said, are we going to talk about hunting? Első alkalom, hogy felvetődött a kérdés, hogy a vadászatról fogunk-e ma beszélni. No, we're not talking about hunting. Solomon is making a point applicable in those days. I don't know, you know, if you've been hunting recently, maybe you have. Girls, are you hunters? Any of you lady hunters out here? Salomon ugye olyan képet használt itt, ami abban az időben teljesen hétköznapi volt, esetleg ha nemrég voltál vadászni, akkor te is tudod, hogy miről van szó. He's simply saying, listen, the lazy person will not finish what he started. Itt csak egyszerűen arról van szó, hogy a lusta ember az nem fejezi be azt a munkát, amit elkezdett. He'll hunt, but he won't roast the hunt. Tehát mondjuk vadászni megy, levadász az állatot, de aztán nem süti meg. But it's that second half of the verse that I want us to focus on for a moment. Diligence is man's precious possession. De én most szeretnék ennek a versnek a második részére koncentrálni, ami azt mondja, hogy drága kincse az embernek a szorgalom. God has given to you and I a precious opportunity, and that is that we can be diligent. Isten egy ilyen drága, egy ilyen értékes lehetőséget adott nekünk, hogy bizonyos dolgokban igen ismerhetünk szorgalmasak és kitartóak. It's a gift from God that we can set our hearts towards one thing. Ez valójában Istentől származó ajándék, hogy mi egy bizonyos dologra odaszánhatjuk magunkat. And of course, as I consider the subject of diligence for our Wednesday night services, I am immediately reminded of prayer. Ugye, hogyha most itt a szerda estékre gondolok, akkor ez a szó, ez, hogy kitartás és álhatatosság, akkor rögtön az ima jut eszembe, ugye, amiről eddig beszéltünk. And Jesus told us a very important parable on the subject. Jézus egy nagyon fontos példázatot mondott el ezzel kapcsolatosan. He spoke about a, you know, he says, you know, a person who comes to their neighbor at midnight when they're all in bed and starts knocking on the door asking for bread. Ugye a példázatban arról beszél, hogy egy szomszéd oda megy az éjszaka kellős közepén a szomszédjához, és elkezd kopogtatni, mikor mindenki alszik, és elkezd kopogtatni az ajtaján. You're all like, please stop. És ugye mostanra már mindenki azt mondja, hogy hagyjam már. Imagine hearing that. Hello, can I have some bread, please? De most el tudod képzelni, hogy a szomszéd ott az ágyában ezt hallgatja, hogy valaki kopog és kérdezi, hogy adná egy kis kenyeret? No, it's midnight. Go away. Nem, éjszaka van, menj el. No. I need bread. Nem, nekem szükségem van a kenyere. No, go away. Nem, menj el. Ah, have the bread, have the house, have whatever you want, go away. Tiéd a kenyér, tiéd a házam, amit akarsz. Just leave me alone. Csak hagyj békén.
I mean, you know, and I was driving you crazy, and you say, well, in that am I supposed to drive God crazy? Is that the goal? Ugye, I mi is megőrültünk ettől a kopogástól, de God, please, God, please, azt jelenti, God, hogy Istent is God, meg kell őrítenünk, God, please, hogy God, folyamatosan azt mondjuk, hogy Uram, add, Uram, add, Uram, hallgass. Just Holy Spirit, go help them. Leave me alone. És akkor esetleg Isten válaszol, hogy Szentlélek, menjél már, segíts nekik, hogy abba adják. Tell them to quit asking. Aztán mondd meg nekik, hogy hagyják abba ezt az állandó kérést. Now Jesus is this parable, this first part of the parable is Jesus giving us man's perspective. Az ennek a példázatnak az első részében Jézus az emberi nézőpontot mutatta be, hogy mi ezt az egészet látjuk. The second half of the parable, Jesus gives us God's perspective when he says, what father would give his bread, or his son bread, or a scorpion when he asked for bread? That was so easy. Okay. Tehát a második része pedig Isten nézőpontját mutatja meg, ami azt mondja, hogy amikor fölteszi Jézus azt a kérdést, hogy milyen atya adna a fiának skorpiót a kenyér helyett. See, that, now that's God's perspective. Na ez az, ami Isten nézőpontját mutatja be. Our perspective, God wants us to just keep asking and asking and asking and asking and asking. Azt látjuk, hogy Isten azt akarja, hogy csak kérjünk, 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 folyamatosan kérjünk. And he doesn't, like us, he doesn't get annoyed. Even though we get annoyed, he does not get annoyed. Ja, hogy ő szeret minket, de majd azt jelenti, hogy bár lehet, hogy mi már magunkon is kiakadunk, de ő nem fog ezen kiakadni. Diligence in prayer. Kitartás az imádságban. Again, let me ask you, how many of you have had the Lord answer prayer in your life this last week? Hogy kérdezem, hogy tegyem fel újra ezt a kérdést, vagy hogy múlt héten hányotoknak válaszolta meg Isten valamilyen imáját? Raise your hand. Okay. Whoa, wait, keep your hand up for a second. Everybody else, look around. Csak fel a kezeteket, és a többiek meg nézzenek szét, hogy most hány kéz van fent. That's awesome. Isn't that? Ez szuper. It's great. God is faithful. Isten hűséges. Keep knocking. Úgyhogy kopogtass tovább. Keep asking. És kérjél tovább. God doesn't get bored or annoyed. Isten ezzel nem fogod kiakasztani, és nem lesz számára ez unalmas. God, I need more bread. God, I need more bread. God, I need more bread. God, I need... He loves that. Szükségem van még kenyér, kenyér, kenyérre. Ő ezt szereti hallani. He loves to see your diligence. Ő szereti azt látni, hogyha te valamiben kitartó vagy. We need to invest hard work and heart work into our praying. Az imádság is számunkra kemény munkát jelent, de azt is jelenti, hogy szívünket, lelkünket beleadjuk. And let me ask you, is your heart invested in seeking the Lord? Vajon az Isten keresésedben neked benne van a szíved is? Teljesen oda szántan? You know, for many of us, you know, if you've been here on a Wednesday night these last few weeks, you know that we're going to pray. Ugye tudja, aki már pár szerdán itt volt, az tudja, hogy mindig egy kis imádkozás is van a tanítás közben. This is becoming our prayer meeting more and more. Hát egyre inkább a szerdai alkalom ima alkalommá válik. And for some of you said, oh good. Van, aki erre azt vesz, hogy hú, de jó. Said, I don't know if I'm gonna come anymore. Van, aki pedig erre azt mondja, hogy hú, hát nem is biztos, hogy ezek után fogok jönni. Person sitting next to me. I don't know them. Mert hát nem akarok kivátkozni azzal, aki mellettem ül, hát nem is ismerem. And so you're sitting with people you know more. I see that happening. Azt már látom, ugye, hogy most már az emberek megpróbáltak egymás mellé ülni, mert ismerősök egymás mellé. But you know, I want to encourage you. You know, we're kind of forcing ourselves to do this on Wednesday night. And it's good and it's important that we learn diligence in seeking the Lord. Szeretnélek arra bátorítani titeket, és valahogy ez a szerda ugye erről szól, hogy próbáljuk ezt egy kicsit nyomatni nálatok, hogy folyamatosan kitartóan keressétek az Urat. Consistency is not bad when it's the right thing. Hogyha a megfelelő dolog mellett tartasz ki, akkor az igenis egy jó dolog. And God's going to bless, and he is. He's honoring you as you're diligent in prayer. És ezt a kitartást, hogyha te imádságban kitartó vagy, álhatatos, akkor Isten ezt meg fogja áldani. Now, Solomon speaks throughout this proverb about the benefits of diligence. Ebben a részben Salamon folyamatosan ennek a szorgalomnak, a kitartásnak az előnyeiről beszél. 9. vers, verse 9, he says, better is the one who is slighted but has a servant than he who honors himself but lacks bread. 9. versben ezt mondja, jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. That's a great verse. Ez egy nagyon nagyszerű igevers. Better to be a nobody and have a servant than to pretend to be somebody and have no food. Tehát jobb az, hogyha te senki vagy, és van mégis szolgád, mint hogyha azt mutatod, mint hogyha nagy ember lennél, és még kenyered sincs. You know, I know, you know many people who are pretending to be someone. Én is ismerek, és biztos ti is ismertek olyan embereket, akik megpróbálnak másnak látszani, mint amik valójában. And you see, here in this verse are
our character and diligence cross paths. Ebben a versben látjuk, hogy a jellem és ez a szorgalom, a kitartás hogy találkozik egymással. There's too many people pretending to be someone. Túl sok ember próbálja meg eljátszani, hogy ők valakik. I have to be this way at work. Hogy a például munkahelyen nekem így és így kell viselkednem, ilyennek kell lennem. Well, these friends, they're not Christians, so I need to be this way with them. Aztán ott vannak a nem hívő barátaim, feléjük egy másik bizonyos módon kell viszonyulnom. And you know, eventually you're going to forget who you are. És mindeközben, ahogy ennyi arcunk van, elfelejtjük, hogy mi pontosan kik is vagyunk. Pretending to be someone. Amikor megpróbálunk valami más lenni, mint amik vagyunk. One of the most amazing things that God is doing in all of our lives as Christians. Az egyik legnagyszerűbb dolog, amit Isten elvégez az életünkben, keresztények életében. Is ripping away pretense. Az, hogy ezt a másnak akarni látszást, ezt így megpróbálja lehántani rólunk. Who am I? Ki vagyok én? Who do I think I am? Ki mit gondolok, hogy én ki vagyok? Who do I think others think I am? Mit gondolok, hogy mások mit tartanak róla? It just keeps going and going and és akkor ezt így lehet így fokozni és egymásra. God wants to strip us down to who we are in Him. Isten úgy mindent le akar hántani rólunk és eljutni oda, hogy mi kik vagyunk ő benne. Don't spend your energies trying to convince people that you're somebody. Ne próbáld arra az energiádat költeni, hogy megpróbáld másoknak bebizonyítani, hogy te valaki vagy. Spend your energies becoming the person that God wants you to be. Ezt az energiát inkább fordítsd arra, hogy azzá az emberré válj, akivé Isten akar téged formálni ő benne. You know, Jacob was a man who pretended to be someone. Jákob például olyan ember volt, aki megpróbált más lenni, mint ami volt valójában. He was whoever he needed to be in the moment. Ő mindig abban a pillanatban az volt, amit a pillanat megkövetelt tőle. One day he was even Esau, his brother. Egyik nap ugye a tesóját játszotta el, mert úgy kívánta a helyzet. When he was before blind daddy, amikor ott állt a vak édesapja előtt, calling for Esau, aki éppen Ézsaut hívta. Jacob dressed up like Esau. Akkor Jákob felöltözött Ézsaunak. Threw on some deer fur to make his arms hairy. Ugye ilyen szarvasbőrt tett magára azért, hogy az apja úgy érezze, hogy a tesója van ott. And that fooled his dad. What kind of man was Esau? És meg is tudta így téveszteni az apukáját. Kérdés felvetődik, hogy milyen volt Ézsau, hogyha így meg lehetett téveszteni. And he said, "What's your name?" És ugye megkérdezte az apukáját tőle, hogy te ki vagy. Esau. És akkor úgy mondta, hogy Ézsau. Right. He was whoever he needed to be to get what he wanted. A lényeg, hogy ő mindig az volt, amit éppen a helyzet megkívánt, azért, hogy megszerezze azt, amit éppen akkor And akart. I know, that's a quality that is honored in the world. És it tudom, is. Hogy ez egy olyan fajta tulajdonság, amit a világban nagyra értékelnek. The guy gets the job done, he is whatever he needs to be. Hogy ott van valaki, aki mindig elvégzi a munkát, és mindig az, aminek éppen lennie kell. But it's not honored in the kingdom of God. De Isten országában ez nem egy nagy érték. God wants to strip away all these pretenses that we put up. Isten szeretné ezeket a különböző arcokat így lehántani rólunk. You know, Jacob was a fighter, wasn't he? Jákob az egy harcos. And the more you fight, nem? The longer it takes for God to strip away. És minél inkább harcolt, Istennek annál több időbe került, hogy megtisztítsa őt ezektől az arcoktól. I mean, God himself had to fight Jacob. Olvassuk ugye, hogy pont, hogy Istennek magának harcolnia kellett Jákobban. You remember they were wrestling? Ugye emlékeztek arra, amikor tusakodtak egymással. Divine wrestling match. Ez volt az ilyen isteni birkózó verseny. And you know, we know that he busted his hip. És ugye tudjuk, hogy Isten a Jákob csípőjét azt megérintette, így ki. And Jacob was broken. És hogy innentől kezdve ugye Jákob viselte ennek a jegyét, tehát sánta volt. But he was broken before that with God's question. De már ez előtt, mielőtt ez megtörtént, így fizikailag Isten kérdése őt már megtörte. The Lord said to Jacob, "What's your name?" Mert Isten megkérdezte tőle, hogy mi a te neved? Now did God know his name? Most Isten nem tudta, hogy mi a neve. They've been wrestling. By the way, what's your name? Tehát hogy birkóztak együtt és útközben kezdve, hogy amúgy téged hogy hívnak? That would have hit right to the heart of Jacob. Nem, ez a kérdés, ez pontosan beletalált Jákob szívének a közepébe. Because Jacob barely knew who he was. Mert hogy Jákob saját maga is alig tudta, hogy ő ki is volt valójában. But before God, he's broken and he says, "I am Jacob." De Isten előtt megtörve áll ekkor, és azt mondja, hogy én Jákob vagyok. One of the works that the Lord is doing in our lives is stripping away the
pretenses that we build up. Az egyik munka, amit Isten az életünkben folyamatosan végez, az az, hogy ezektől a különböző arcoktól, amit így magunknak előállítottunk, ezektől megszabadítson minket. Become the person God wants you to be. Legyél az az ember, váljál azzal az emberi, akivé Isten szeretne téged tenni. Paul would say, seek to please God rather than men. Pál azt mondja, hogy inkább Istennek tetsz, mint embereknek. For if we seek to please men, then we will no longer please God. Mert hogyha te az embereknek akarsz tetszeni, akkor már nem tudsz Istennek is tetszeni. Don't pretend to be somebody you're not. Ne próbálj más lenni, mint aki te vagy valójában. Verse 11. 11. vers. But he who tills his land will be satisfied with bread. He who follows frivolity is devoid of understanding. Aki műveli földjét, jól lakik kenyérrel, de aki hiába valóságokat hajszol, az esztelen. He who works his land will have abundant food. Aki műveli földjét, annak lesz nagyon sok kenyere. Diligence produces fruit in our lives. Tehát ez a szorgalom, ez a kitartás, ez megtermi a gyümölcsét az életünkben. Solomon speaks about working the land. When you work the land, it brings forth fruit. Ugye Salomon a földművelést hozza, hogy ha te műveled a földedet, akkor egy idő múlva ennek meg lesz az eredménye. And what is true in farming is true in life. Ami a földművelésben igaz, az igaz az életben is. If you invest in your land, there will be results. Hogyha belefektetsz a te földedbe, akkor ennek meg lesz az eredménye. We all have our land. Mindannyiunknak megvan a saját földje. Our friends, a barátaink, our work, a munkánk, our home, az otthonunk, our family, a családunk, our enemies, az ellenségeink, our life, az életünk. We have been placed into a field just for us. Mi egy csak számunkra elkészített mező kellős közepére lettünk helyezve. And the Apostle Paul, he tells us, he says, be content wherewith in the place that you have been placed. Pál apostol azt mondja, hogy legyél megelégedett azon a helyen, abban a helyzetben, ahova téged helyeztek. How many of you like that verse? Hányan szeretik vajon ezt a verset? Contentment. Az, hogy megelégedettség. Just the word contentment makes us discontent. Már maga ez a szó, ettől elégedetlenek leszünk, nem? Ha ezt kimondjuk. We hear contentment and we say, Megelégedettség, meghalljuk a szót, és azt mondjuk, I'm not content. Én nem vagyok elégedett. But it is an important thing, isn't it? De ez egy fontos dolog ettől függetlenül. Are you investing in the field that God has put you in? Te fektetsz bele bármi energiát abba a földbe, amit ahova Isten helyezett or, téged, like so many people, are you checking out other people's fields? Vagy, mint ahogy sok ember csinálja, inkább a másik mezőjét stírolod. Oh, look at that field over there. Hogy nézd már meg azt a földet. It's green, there's hills, there's singing in that field. Ott van, ott a zöld, meg ott vannak dombok, ott onnan ének szó hangzik. My field is a flat desert. Az enyém meg egy sivatag, egy teljesen lapos sivatag. He's skiing in that field over there. Ő meg tudott síelni a saját földterületén. I can't even find water in my field. Én nekem meg még vizet is nehéz találni az enyémen. The guy skiing is saying, "Oh man, I'm freezing. Look at that guy in the desert." That az, aki meg síel a kis földjén, az meg visszanéz a másik a sivatag, és azt mondja, "Ó, én itt megfagyok, de jó neki, hogy melege van." Right, csak most a sivatagba lehetnék. You know, we spend so much time gazing into other people's fields. Olyan sok időt veszünk el magunktól azzal, hogy a másik mezőjét, a másik földjét képleljük éppen. We spend so much time trying to get out of our lives. És olyan sok időt töltünk azzal, hogy megpróbálunk a saját életünkből kilépni. Instead of pouring 100% into the life that God has given us. Ahelyett, hogy 100%-ig beleadnánk magunkat abba az életbe, amit Istentől kaptunk. Are you dissatisfied? Elégedett you don't nem have to raise your hand or shake your nem head. Nem kell fölemelni a kezedet, rhetorical. Még a fejedet se kell, meg bólítanod se kell. In your relationships? Elégedetlen vagy a kapcsolataidban? Oh man. If I only had better friends. Bárcsak jobb barátaim lennének. I'd be a nicer person. I'd akkor be happier. Én is jobb ember lennék, meg boldogabb. My friends bring me down. A barátaim azok úgy lehúznak. Invest in your friends. Nem, fektess bele energiát a barátaidba. You can look at other people's friends. Oh, look at that guy has good friends. Megnézheted a másik embert és mutatod, hogy ó, hát neki nagyon jó barátai vannak. Listen, invest into the relationships that you have. Egyszerűen fektess bele energiát azokba a kapcsolatokba, amelyekkel most te rendelkezel. What about your job? Oh, if I only had a better job, I'd get more money, I'd have a better place, and I'd have nicer friends.
Mi újság a munkahelyen? Mondhatod azt, hogy jó, persze, ha jobb munkahelyem lenne, akkor jobb fizetésem lenne, jobb otthonom lenne, és jobb barátaim is lennének. Okay, maybe you should get a new job. I'm all into better jobs. That's tehát cool. Lehet, hogy tényleg jobb munkahelyre van szükséged, tehát én most nem a jó munkahelyek ellen beszélek. Or maybe you need to be diligent in the job you have. De az is lehet, hogy a jelenlegi munkahelyedben kell kitartóan szorgalmasnak lenni. Diligence changes everything. Diligence takes a rocky field and makes it something that can be usable. Maga a kitartás az az egy sziklás földet, egy termőföldet tud változtatni. Tomorrow when you go to work. Holnap, amikor elmész a munkahelyedre. Don't put in 50%. Akkor ne csak 50%-ot adj be a munkába. You'll get 50% back. Mert ezzel 50% lesz az eredmény is. That's a boring job. I barely have to do anything. Az egy uncsi munka, alig van mit csinálom. They don't pay me enough. Nem is fizetnek meg. They don't appreciate me enough. Meg nem is értékelik igazán, amit csinálok. Just so you know, that'll always be true. Tudod mit? Ez mindig igaz lesz. They'll never pay you enough, and they'll never appreciate you enough. Soha nem kapsz elég munkát, és soha nem fognak megfelelően értékelni téged. We call it life. Ezt hívják életnek errefelé. It's just the way it is. Ez így működik. Okay? So I'm not going to give them my 100% if they don't give me 100%. Ó, hát én nem adok nekik 100%-ot, mikor ők se adnak nekem 100%-ot. Do it anyways. Ettől függetlenül azért te csak tedd meg a te 100%-od. Do it because Paul says, whatever you do, do as unto the Lord. Azért, mert ahogy Pál mondja, bármit, amit teszel, az Úrnak tedd. See, when you give your workplace 50%, amikor te a munkahelyed 50%-ot adsz, akkor valójában te Istennek csak a te 50%-odat adod oda. Give God 100% add in your job. Add Istennek a 100%-odat a munkádban. Now, being diligent isn't about doing that for one day. Ez a kitartás, ugye ez maga azt jelenti, hogy nem csak egy napról van szó. I gave 100% for 8 hours. 8 órán keresztül 100%-os teljesítményt And nobody appreciated me anymore. És senki nem értékeltett tőle engem jobban. 2 days. 3 days. 4 nap, 3 napig. 2 weeks. 4 napig, vagy 2 hétig, 3 hétig. Diligence is keep going. A kitartás az azt jelenti, hogy folyamatosan ugyanazt gyújtjuk. So many of us are dissatisfied because we haven't invested hard heart work. Ugye sokan elégedetlen vagyunk, de ez azért történik, mert hogy se a kemény munkát, se a szívünket nem adtuk bele abba, amiről szó van. But still others of us are dissatisfied because we've tried, but we didn't persist. De vannak olyanok, akik azért elégedetlenek, mert ugyan megpróbálták, de nem tudták ezt elég kitartóan, álhatatosan tenni. Listen. Besides God's gift of salvation, there are no quick fixes in life. Egy dolog a kivételével, az pedig az Isten által adott üdvösség, semmi sem egyszerűen is azonnal történik az életben. Salvation is in a moment, from darkness to light. Az üdvösség just like that. Az egy pillanat alatt megszerezhető, az sötétségből egy pillanat alatt lépünk át Paul a világosságba. We're transferred from death to life. Pál azt mondja, hogy a halálból életre kelünk. Just like that. És ennyi, we believe and God saves us. Mi elhisszük, hogy Isten ment meg minket. But the process of sanctification is a lifetime. De maga a megszentelődés az egy egész életre szóló folyamat. Paul says, I have learned to be content. Pál azt mondja, hogy ő megtanult elégedett lenni minden körülmények között. You and I say we're learning to be content, yes? És ugye mi meg azt mondjuk, hogy hát mi folyamatosan tanuljuk ugyanezt. We're learning. We need to be diligent in the field God has put us in. Nekünk kitartóaknak kell lennünk annak a földnek a megművelésében, amit Isten adott nekünk. The grass is not greener in another field. A másik mezője az nem zöldebb. It's green where you water. Ott zöld a mező, ahol öntözik. Water the field you're in. Úgyhogy öntözd azt, ami a tiéd. Oh, nothing can change. Oh, semmi nem fog megváltozni. Do it anyways. Ettől függetlenül azért csak tedd meg. And then keep doing it. És folyamatosan tedd ezt. And be diligent. És legyél kitartó ebben. What about your marriage? Mi van a házasságoddal? Some of you are dissatisfied with the field God gave you. Ugye van, aki elégedetlen azzal a mezővel, amit ezen a területen kapott. I want to trade in my field. Hú, bárcsak becserélhetném ezt a bizonyos mezőt. Hát jobbat szeretnék igazából. She's a mean field. He's a jerky field. Mert hogy az egyik ilyen mez, az egyik ilyen ostoba mező, a másik meg egy olyan bunkó mező. You know, she's getting it going too. You. Divorce, Jesus says, happens because of the hardness of man's heart. Jézus azt mondja, hogy a válásra azért kerül sor, mert az emberek megkeményítik a szívüket. And we're told in the Proverbs to be diligent in the field that we're in.
A példabeszédek arra hív minket, hogy legyünk kitartóak, szorgalmasak azon a mezőn, ami adatott nekünk. If your marriage is hard, till up the ground. Hogyha nehéz a te házasságod, akkor dolgozz rajta, akkor szántsd fel azt a mezőt. I've said this many, many times. Marriage is hard work. Ugye ezzel sokan egyetértenek, hogy a házasság az egy nem egy leányálom ilyen szempontból. And some of you single people say. And that's why some of you single people say, I don't want to get married. You make it sound horrible. És ugye ezért van az, hogy néhány egyedülálló azt mondja, hogy én nem is akarok. Hogy én nem is akarok házassággal lépni senkivel, mert hát ahogy amit meséltek, hát ez alapján ez borzasztó. It's so hard. And olyan nehéznek hangzik. Marriage is great, but it is hard work. Házasság az nagyszerű, de kemény munkát igényel. But listen. It's going to be a lot harder if you don't put in hard work. És tudod, mit egyre nehezebb lesz, hogyha ezt a kemény munkát te nem fekteted. And that's true in every relationship you have. És ez minden egyes kapcsolatban így van, ami csak létezik. It's hard to build solid relationships. I'm talking from friendships all the way to marriage. Nehéz egy megalapozott kapcsolatot felépíteni, és ez nem csak a házasságra vonatkozik, hanem a barátságokra is. But those relationships are a lot harder if we don't invest in them. De sokkal nehezebbek is tudnak lenni ezek a kapcsolatok, hogyha nem fektetünk bele elég energiát. One good conversation is not enough. Egy jó beszélgetés még nem elég. Or one good day, or one good week, or one good month. We need to be diligent. Vagy egy jó nap, egy jó hét, vagy egy jó hónap, nekünk kitartóaknak kell lennünk. Let me talk about this in the context of your relationship with the Lord. Hogy beszéljek most ugyanerről a témáról, az Úrral való kapcsolatunkat illetően. Are you tilling the field of God's word into your life? Te megműveled azt a mezőt, Isten igényének a mezejét, ami ott van az életedben? Do you hear from the Lord? Hallasz te az Úrtól? Are you investing in the reading of God's word, the knowing of Jesus? És te belefektetsz időt és energiát, hogy megismerd Jézust, hogy az ő igéjét tanulmányozd? If your Bible reading is only Wednesday night and Sunday morning, you're starving to death. Hogyha a Bibliaolvasásod kimerül szerda este meg vasárnap reggel, akkor ez azt jelenti, hogy te éppen az éhenhalás küszöbén vagy. You know, if I told you, you are no longer allowed to eat real food except for Sunday morning and Wednesday night. You'd all leave the church. You'd be gone later, dude. Neked, hogy nem vehetsz magadhoz ételt, csak szerda este meg vasárnap reggel, akkor rögtön itt hagynátok engem. I need to eat. I'm hungry on Monday. A hétfőn éhes vagyok. And then again later on Monday. And és aztán hétfőn nem csak reggel, hanem később is megint éhes. And later on Monday. And meg még utána még egyszer. And if you feed your spirit Sunday morning and Wednesday night, and that's it, you're slowly starving to death. That's spiritual torture. Hogyha a lelkedet csak szerda este meg vasárnap reggel eteted, akkor ez egyenlő a lelki kínzással. Te most folyamatosan az éhenhalással küzdesz. That's a form of torture. Tehát ez egy bizonyos kínzás. Feeding somebody just enough to keep them alive, but not allowing them to grow. Amikor te valakit csak éppen hogy etetsz, azért hogy ne halljon meg, de ez nem elég arra, hogy amúgy meg funkcionálni tudjon. Csak az életben tartásra. Tehát ezzel te kínzod saját magadat. Now, you don't see it that way. We see it as, well, I read the Bible, it's boring. Hát persze, mi nem ezt nem így látjuk, és azt mondjuk, hogy jaj, olvastam a Bibliát, hát unalmas volt. Now, you can't, you're in church, you don't say that right now. De mondjuk itt vagyunk a gyülekezetben, tehát itt ilyet ugye nem mondunk. Oh, no, it's not boring. Oh, it's been, it's good. Oh, nem unalmas, jó volt. Yeah. Some of you, if you were honest, you would just say, it's been boring. Hát aki meg őszinte, az meg mondja, hogy hát igen, unalmas. Solomon says, till the field. Salomon azt mondja, hogy műveljük meg a földet. And it'll produce fruit. És ha ezt megtesszük, akkor lesz gyümölcse. Invest in your spiritual life and it will bear fruit. Hogyha belefektetsz energiát a lelki életedbe, akkor ennek egy idő majd látod a gyümölcsét. The Apostle Paul in Galatians 6 says that we will reap what we sow. A Galata 6-ban Pál azt mondja, hogy amit vetünk, azt fogjuk aratni is. Rather the other way around, but if you sow to the flesh, you will reap of the flesh. If you sow to the spirit, you will reap of the spirit. Hogyha testben vetsz, testben fogsz aratni, és hogyha lélekben, akkor viszont a lélekben aratsz. So what are you putting into your life? Mi az, amit te beleteszel, belehelyezel az életedbe? Are you investing? Belefektetsz bármit is? Now I would imagine that most of us, if not all of us in here, would say that there's been one point that I've made in the last several minutes
where you would say, boy, I really need more of that in my life. Tehát úgy el tudom képzelni, hogy a nagy többség, hanem mindenki. Egy bizonyos pontnál, ahogy most én erről az egész témáról beszéltem, nem gondolta, vagy gondolta azt, hogy hú, nekem erre, ezen és ezen a területen nagyon szükségem lenne. I need to be more diligent in my marriage. I need to be more diligent in work. I need to be more diligent in my relationship. Hogy a házasságomban, vagy a munkahelyemen, a munkámban, vagy a baráti kapcsolataimban nekem sokkal kitartóbbnak kell lennem. Would most of us agree that there's at least one area that we need help in? Legtöbben egyetértünk, hogy legalább egy terület mindenkinek van, ahol ezt meg kell. Some of you are like maybe two. Van akinek mondjuk kettő. Maybe three. Some of you are like, oh my gosh, something's wrong with me. Every single one. Vagy van aki azt mondja, ó, valami nem stimmel velem, mert nekem minden területen erre van szükségem. That's all right. We're with you. De ez semmi gond, ezzel tudunk hasonlulni, vagy azonosulni. We need to pray. Well, let's ask the Lord. Let's take a moment. Bence, would you come up and pray for us tonight? Most szálljunk egy percet arra, hogy imádkozunk az Úrhoz. And have Bence come up and just pray for us. Bence fog jönni, és ő fog értünk imádkozni. Pray that God would just help us to be more diligent. Hogy Isten segítsen nekünk, hogy kitartóak legyünk. Who needs that? Kinek van erre szüksége? And who's lying? Go ahead, raise your hand, liars. És ki az, aki hazudik most? Liars, raise your hand. Okay. So let's pray, and as Bence is praying, let's agree with him. Let's pray in faith. Yes, Lord, build this up in my life. Hídben kövessük az ő imáját, és egy akarattal mondjuk ezt. No English translation. Uram, köszönjük neked azokat a dolgokat, amiket te adtál az életünkbe, és köszönjük, hogy nagy ajándékokat tartogatsz. És Uram, kérlek, hogy segíts, hogy ne történjen az, hogy ezek nem bontakoznak ki a saját hibánkból, Uram, vagy a saját lustaságunkból. És én szeretnék azért imádkozni, Uram, hogy szólj a szívünkhöz, hogy ne emberi erőfeszítés által, Uram, és ne a saját ízadság szerű és emberi munkánk által próbáljuk, hanem Uram, a te szent lelked indítson minket arra, hogy szorgalmasok legyünk, és a te erőd által tudjunk, Uram, úgy élni érted, Uram, hogy megnyilatkozzon a te valóságod a mi életünkben, Uram. És szeretnélek kérni arra, Uram, hogy adj nekünk igazi kitartást, hogy nekünk olyan életeket, ami tényleg telve van veled, hogy nem félbehagyjuk azt, amit elkezdtünk, és amit, Uram, azt mondja az igét, hogy lélekben elkezdtünk, ne testbe végezzük be, ne testbe fejezzük be, Uram. Kérlek, hogy töltsd meg a mi életünket veled, és adjál nekünk tényleg kitartást. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy amit te csinálsz, Uram, annak jó vége lesz. És az életünkre reménnyel tekinthetünk, áldunk téged ezért, és kérlek, hogy te töltsd be az életünket ma este. Jézus nevében imádkozzuk ezeket. Amen. So important in our lives. Ez nagyon fontos terület az életben. Look at verse 24. The hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Nézzük meg a 24. verset. A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. Now jump to chapter 13, verse 4. The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Ugorjunk most a 13. rész 4. verséhez, ami ezt mondja: vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. Look at these promises here for the diligent. Nézzük meg, hogy milyen ígéret vonatkozik a szorgalmas emberre. There's God's abundance when we are diligent. Isten gazdag tárházát fogjuk megtapasztalni, hogyha mi szorgalmasak vagyunk. Here in our chapter 12, verse 24, there's authority. The hand of the diligent will rule. God gives authority to those who are diligent. Itt azt látjuk, hogy azok, akik szorgalmasak, azok, akik kitartóak, azok uralkodni fognak. Tehát valamilyen fajta tekintélyt, hatalmat fognak kapni. Hard heart work pays off. A kemény és a szívvel, lélekkel végzett munka, az meghozza az eredményt. It takes time, it takes perseverance, but there is reward. Bár időt és kitartást igényel, meg álhatatosságot, de meg lesz a jutalma. Now, I told you that diligence and depression will intersect, and that's verse 25. Ugye mondtam nektek, hogy beszélünk arról, hogy a szorgalom, a kitartás hogy találkozik a depresszióval, és ez a 25-ös. És ez a 25-ös versben látszik. Anxiety in the heart of man weighs down, but a good word makes it glad. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Another way of translating is an anxious heart causes depression. Ahogy ezt most lefordíthatnánk, az, hogy az aggódó szív az depressziót eredményezhet. It's a great translation. That's what depression does in our lives. It weighs us
down. De ez egy nagyon jó fordítás az, hogy levertétesz, vagyis ránk helyez egy súlyt. It will impede your ability to do hard heart work. Ez megakadályozza pontosan azt, amiről beszéltük, a kemény munkát és a szívvel lélekkel végzett munkát. It's like working in a field with weights tied onto your arms and your legs and your shoulders. Ez olyan, mint hogyha ott vannál a földön, a földeden is dolgozol, de a végtagjaidat azt egy nehéz súly húzza le. And what interests me here is how Solomon says that that depression or discouragement begins with anxiety in the heart. De hát az nagyon tetszik, ahogy Salamon leírja, hogy ez a depresszió, ez valójában egy aggódás, egy bizonyos szorongással indul a szívben. Deal with the heart and you can deal with the other issues. Hogyha a szíveddel rendben vagy, akkor az azt jelenti, hogy minden mással is másban is megtalálod majd a helyedet. And the Apostle Paul says much of the same when he says that we ought not to be weighed down or ensnared by anything. Pál apostol is valami hasonlót fogalmaz meg, amikor azt mondja, hogy szabaduljunk meg minden ránk nehezedő tehertől. Remove any weight that so easily ensnares us, he says. Ami megakadályozna minket. And he says, this is a great verse, he says, be anxious for nothing. És ez egy nagyon, nagyon jó vers, amiben azt mondja, hogy ne aggódjatok semmi felől. Isn't that great? Okay. Hát mennyire egyszerű, hát szuper. No problem. Listen, semmi gond. Kids can do that, right? No, ezt a gyerekek meg tudják csinálni. I'm gonna be late, don't worry, okay. Hogy ez meg ez fog történni, de ne aggódj, rende. But we do that with adults, and that means nothing. Ugye, ha felnőttekkel, ugyanezt nem lehet semmi. Don't worry. Ha azt mondjuk, hogy ne aggódj, nem jelent semmi. What do you mean, don't worry? Mi az, hogy ne aggódjak? What are you talking about? Miről beszélsz? You don't know anything. Hát te semmit nem tudsz. Yeah, Paul says, don't be anxious for anything. Pál azt mondja, ne aggódjatok semmi felől. Paul, how? És akkor hogy is, Pál? How are we going to do that, Paul? Hogy fogjuk ezt mi megtenni? He answers it for us. Meg is Thank you, God. Megválaszolja ezt nekünk, hála Istennek, megadja a választ. But in prayer and supplication, make your requests known to God. Hogy imádságban és könyörgésben tárjuk Isten elé a mi kéréseinket. Being anxious doesn't change anything positively. Azt, hogyha mi aggódunk, az nem fog semmit a jó oldalára jóvá változtatni. But it does change things negatively. De mindenképpen negatív hatással lesz a dolgokra. It slows you down spiritually and emotionally. Mert lelkileg, meg érzelmileg lelassít minket. It will affect you physically. És fizikailag is hatással lesz ránk. And God's answer is, be anxious for nothing, bring the burdens to me. Isten válasza mindenre az, hogy ne aggódj semmi felől, hanem hozd hozzám, azaz Istenhez, az összes gondodat. That's his cure. Ez az ő megoldása. For anxiety. Megoldása az aggódásra. And I know for some that's too simplistic. És tudom, hogy néhány embernek ez túl egyszerűnek hangzik. But I really want to challenge you on this. De mégis szeretném ezt a kihívást így eléd helyezni. I bet there's many of us who say, I've asked God to take away my anxiety. Biztos, hogy sokan vannak, akik most azt mondanák, hogy de én folyamatosan imádkoztam, és kértem Istentől, könyörögtem, hogy vegye el belőlem az aggódást, a szorongást. But nothing has changed. De semmi nem változott. I pray and I ask God to take it away and nothing has changed. Imádkozom és kérem, hogy vegye el, de nem változik semmi. Let me ask you a question. Hogy tegyek fel neked egy kérdést. Is that all you pray about? Csak erről szoktál imádkozni? Is that the focus of your prayers? Ez a középpontja az imáidnak. Do you spend most of your time talking about yourself to God? A legtöbb idődet azzal töltöd imában, hogy magadról beszélsz Istennek. Listen, the reality is that many of us, we dump on the Lord, it's like a free spiritual counseling session with somebody who doesn't respond back. Ugye sokan úgy kezeljük, mondjuk legyünk őszinték ebben, hogy sokan úgy kezeljük az imádságot, hogy kapunk egy ingyenes lelkigondozói találkozót az Úrtól, ami azt jelenti, hogy önthetünk minden egyes problémát, és ő nem fog semmit visszaválaszolni, csak meghallgat. And then we feel justified. Well, God didn't answer me yet. És akkor ugye itt igazolva látjuk az elméletünket, hogy hát Isten nem válaszolt. Listen, it's no wonder that we continue to struggle when we are the focus of even our prayer life. Hát nem meglepő, hogyha nem változik semmi, és nem kapunk választ, hogyha már az ima életünk is csak egyedül rólunk szól. Now, we are to pray for our needs. That's true. Ez az igaz, hogy a szükségeinket Isten elé kell vinnünk, tehát ezért imádkoznunk kell. But all things in their proper order. De mindent a megfelelő sorrendben kell tennünk. When Jesus taught us to pray, how did he teach us? Amikor Jézus arra tanított, hogy hogyan imádkozunk, akkor mit mondott? Oh dear God, help me, I'm in trouble and I'm depressed and I'm discouraged and please. Ó, drága Istenem, segíts nekem, mert annyira depressziós vagyok és annyira szorongok. I don't think that's the Lord's prayer. Nem ez az Úr imádság, ugye?
Our Father, who art in heaven. Mi atyánk a mennyekben. Hallowed be thy name. Szenteltessék meg a te neved. Thy kingdom come. Thy will be done. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Prayer is Christ-centered. Az imádság az Krisztus központú. It has to be. And annak kell lennie. Later down the prayer, we can pray for our needs. És ugye, ahogy megyünk végig az imán, látjuk, hogy későbbiekben igenis előhozhatjuk a mi szükségeinket. When our prayer lives revolve around us, nothing will change. Amikor az ima életünk is magunk körül forog, akkor semmi nem fog változni. You can pray every single day of your life, and you will not be free, because you are the focus of your praying. Életed minden egyes napján imádkozhatsz azért a bizonyos dologért, ami rólad szól, és semmi nem fog történni azért, mert te vagy az imádnak a közepében. We must look to Jesus. Jézusra we must. Kell tekintenünk. Szinte kötelező. When's the last time you stopped and remembered that God is your father? Mikor volt az utolsó alkalom, amikor úgy megálltál, és úgy megemlékeztél arra, hogy Isten a te atyád? How much he loves you. És hogy mennyire szeret téged. How great his plan is for your life, even if you don't see it. És milyen csodálatos terve van az életedre, attól függetlenül, hogy te azt most nem látod. When's the last time that you remembered that God sits on a throne in heaven? Mikor volt az utolsó alkalom, amikor úgy megálltál és belegondoltál abba, hogy Isten a mennyekben ott ül a trónon? And he's never said, oppa. És hogy még soha nem hagytál olyan szó a száját, hogy hoppá, hát ezt nem tudtam, hogy ez meg fog történni. Oopsies, my mistake. Elnézést, én követtem el a hibát. Sorry, what were you saying? Bocsi, mit is mondtál? God never... Isten ilyeneket nem mond. Our Father who art in... Oh, wait, hold on a second, I'm busy. Nem válaszol nekünk Isten, amikor kopogtatnak, hogy most keltem éppen fel, várj egy picit, miért készülök. Your God is your Father. Isten az a te atyád. Paul tells us in Romans 8, you have been given the right to call him Abba, Father. Pál azt mondja a Róma 8-ban, hogy megadatott nekünk az a jog, hogy Istent atyánknak, abbának szólítsuk. He's your daddy. Ő a te apukád. And he sits in heaven. He's on the throne. Nothing goes without his notice. És ő ott van a mennyben, és ott ül a trónuson, ami azt jelenti, hogy semmi sem kerüli el a figyelmét, ami itt történik a te életedben. You may have every right in the universe to be depressed. Lehet, hogy az egész univerzumban neked van a legtöbb okod arra, és a legjobb okod, hogy depressziós legyél. But that doesn't change anything. De ez maga nem fog megváltoztatni semmit. And you can pray about how depressed you are. És lehet, és imádkozhatsz arról, azért, hogy mennyire depressziós vagy. And that probably won't change anything. És még ez sem fog megváltoztatni semmit. You need to look at the Lord. Neked az Úrra kell vetned a tekinteted először. You need perspective again. Neked újra megfelelő nézőpontot kell magadévá tenned. And then you bring your cares. The Bible says cast our cares on the Lord. És ezután van az, amikor oda viszed az Úr elé a te kérdéseidet, a te szükségedet. Mert azt mondja a Biblia, hogy ő rávessük a mi terheinket. God cares for you. Isten törődik veled. God cares for you more than you care for you. Sokkal jobban Karen. Törődik veled, mint te saját magaddal, és ugye tudjuk, hogy magunkkal azért igen csak tudunk törődni. He loves you. Ő szeret téged. You can cast your cares on him. És rávetheted az összes terhedet. But just praying for yourself is not casting your cares on him. It's putting it out there and pulling it back. It's putting it out there and pulling it back. Az, hogy te csak magadért imádkozol, az nem jelenti azt, hogy ráveted a terhedet. Ez arról szól, hogy így prezentálod, hogy ez a te problémád és szükséged, és utána újra magadhoz húzod. Lord, újra prezentálod, és újra magadhoz veszed. Here it is, Lord, the enyém. Azt megmutatod az Úrnak, itt van Uram, de ez az enyém. Oh, Lord, please, I'm just struggling with this mine. Hogy Uram, itt van, ezzel küszkörök, de ez az enyém. I'm not going to say my precious. Nem fogom azt mondani, hogy drágaságom. Give it over and let it go. Add that, add oda, és hagyd el engedni. How do I do that? És ez hogy fogom ezt megtenni? Carefully. Hát óvatosan. Every day. You see, minden nap. If you've prayed only for yourself, you've built a habit that is hard to break. Ugye, hogyha mindig csak magadért imádkozol, akkor ez már egy szokássá vált. It's gonna take some time. A szokást azt nehéz feladni, úgyhogy időt vesz igénybe, míg megtörjük a szokást. It's gonna take time, that's okay. Időt fog igénybe venni, vagy időt fog igénybe venni, de ezzel nincs semmi gond. But you'll start tonight. De úgy mondjuk ma kezd el. Stop praying for yourself. Hogy hagyd abba, hogy csak egyedül magadért imádkozol. Start your prayers the way Jesus told us to.
put God in his right place. Kezd úgy az imát, ahogy Jézus tanított minket, hogy Istent előbb helyezd az őt megillető helyre. Spend some time and worship the Lord. Tölts időt azzal, hogy egyszerűen csak imádod az Urat. Before you dump everything. Mielőtt bármit is úgy ráöntenél. Because you're not really dumping it, you're showing and then taking. Mert igazából ez a ráöntés, ez a kiöntés az azt jelenti, hogy megmutatod neked, aztán visszaveszed. Oh, but when your God is the God of the universe that he is, you will have no problems casting those cares at his feet and walking away. Amikor tisztába kerülsz azzal, hogy Isten, a mi Istenünk, az egész univerzum Istene, akkor már nem lesz gond azzal, hogy odaad neki a problémád, és igazából ott is hagynál. And it's going to take some time. De ez időt fog igénybe venni. But start tonight. De kezd el ma este. Learn how to pray. Tanuld meg, hogy mit jelent imádkozni. Not how to express your hurts, but nem how az, to hogy pray. Hogyan fejezd ki a fájdalmaidat, hanem hogy hogyan imádkozz. Even if all of your hurts are real and valid, I'm not minimizing your hurts. Még akkor is, hogyha teljesen valós és jogos fájdalmaid vannak, én nem akarom ezeket le ezeknek a valóságát lecsökkenteni. Focus on the Lord first. Először az a fontos, hogy az Úrra összpontosítsd. In fact, we're going to close. I'm not going to ask you, I'm not going to pray for those of you that are struggling with that. That's all on your own later tonight. Tehát most nem fogunk azokért imádkozni, akiknek küzdelmei vannak. Ez mind saját magunk otthon az Úr előtt elrendezzük. But what we're going to do is we're going to pray for others right now. De most annak jön el az ideje, hogy másokért fogunk That's imádkozni. That's healing. Oh, not me, somebody else's problems. A gyógyulás útja, hogy most végül nem magunkért imádkozunk, hanem valaki másért. Some of you guys, yeah, come on up. Girls. Néhányan, ha segítsetek kiosztani, léci. If you don't know what we're doing, we're collecting tithe. You can put money in there. No, I'm just kidding. Tudod, miről van szó? Légy szíves, a tizedet dob bele a kis kosárba. I'm just kidding. Ami amúgy csak egy vicc. We're passing out prayer requests. Most ima kéréseket osztunk ki nektek. Take one, listen once you get it. Vegyél magadhoz egyet. Pray for that person. És kérjük, hogy imádkozz azért a kérésért, azért az emberért, amit olvasol a papíron. You know, it's not about you right now, it's about somebody else. Ne felejtsd el, hogy ez most nem rólad szól, hanem valaki másról. And if you need help with translation, just ask somebody near you, esetleg, they'd be happy to help you. Nem tudod elolvasni. Yeah, nem is kell, nem kell fordítani. Angol nyelvűek, majd kérnek segítséget tőled, akkor fordítsd le. Or give them your prayer request, they won't know the difference. Vagy esetleg az angol nyelvűnek adod a te, vagy fordítsd le, mint hogyha fordítaná és a saját kérésedet mond el neki. What does this paper say? It mit says pray papír? For me. No. Azt mondja, hogy imádkozz értem. No. So take that prayer request, listen. Úgyhogy fogjátok ezt a kis Once you have it, we're just going to take a minute. Most ha mindenkinek lesz, akkor egy pár percet erre szentelünk. Pray for that person. Hogy imádkozzunk ezért az emberért. And then I'll close this in a word of prayer. És aztán én fogom befejezni egy imával.
Lord, we pray for the person or persons that are on our prayer request. Uram, mi vágyakozunk azért az emberért, vagy azokért az emberekért, akik itt az imakérésben vannak megemlítve. These are their burdens. Ezek az ő terheik. They're casting at your feet. És most ezt mi oda vetjük a te lábad elé. Lord, we're privileged to be able to bring these to you. Uram, ez kiváltság számunkra, hogy mi hozhatjuk ezeket te elé. Because you're faithful. Mert te hűséges vagy, Istenem. And you work and you heal and és te vagy, aki munkálkodsz, és aki gyógyítasz. You love us. És aki szeretsz minket. Thank you, Lord. Köszönjük, Uram. Work in our lives, God. Munkálkodj az életünkben, Istenem. Lord, we love you. Uram, szeretünk téged. We don't love you like we should. Nem úgy, ahogy kellene. We're growing. De ebben növekszünk. We're thankful for your love. Köszönjük, Uram, a te szeretetedet. Help us, God. Segíts nekünk, Uram. Work in our lives, Lord. És munkálkodj az életünkben. We don't want everything to be about us. Nem azt akarjuk, hogy minden csak rólunk szóljon. We really do want to become transparent and let people see Jesus. Tényleg, Uram, mi csak átlátszók szeretnénk lenni, hogy az emberek meglássák ki Jézust rajtunk keresztül. Lord, we're so thankful for Jesus. Annyira hálásak vagyunk, Uram, Jézusért. Lord, what a wonderful thing, God, that we can speak with you, you're alive, you're here with us. Milyen csodálatos dolog, hogy beszélhetünk veled, Uram, hogy te élsz, és hogy te hallasz minket. What a privilege. Ez kiváltság nekünk. We love you, God, in Jesus' name. Szeretünk, Istenem, Jézus nevében. Amen. 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 God bless Amen. You guys. Isten áldjon titeket. Have a good week. Legyen egy jó hetetek. Pray for that prayer request this week, okay? Ezen a héten imádkozz azért a kérésért, vidd Istenre, amit most megkaptál a kis papíron. Don't forget to drop your prayer request into the purple box. Ne felejtsétek el az ima kéréseket bedobni az ima dobozba. And your praise reports into the other box. És a hálaadásra adókot pedig a másik dobozba kérjük be. One of these days the little box will be more full than the big box. Egy That's nap my eljutunk prayer. Oda, amikor az ima doboz kisebb lesz, és a másik a hála adás doboz pedig nagyobb. Tele lesz. Tele lesz, igen. Sziasztok! Jesus, you are the one gives me hope when the day is done. My hands are lifted to you.